Üdvözlök mindenkit ismét a Hearts of Iron 4-ben. Ha jól emlékeztek, vagy ha emlékeztek, legutóbb ott hagytuk abba, hogy elfoglaltuk Ausztriát, visszaköveteltük Felvidéket, Erdélyt, hát Horvátországot, a horvát partvidéket, a tulajdonképpen az Adria melletti partvidéket, Szerbiából csináltunk egy bábot, és véletlenül adottuk neki egész Boszniát is, ami végül is önmagában nem olyan nagy gáz, talán így valami sereget fog tudni csinálni, viszont így kapott kiáltott a tenger felé. Hát majd meglátjuk, ez mennyire lesz nekünk jó, és Romániából ide bábot csináltunk, azonokból kifolyólag, hogy Besszarábiát a Szovjetunió el tudja követelni, ezt a területet konkrétan ahol van, és nem akarunk háborút a szovjetekkel, szóval hogyha megtámadják Romániát, ez az egész vihetik, nekünk nem kell. Gondolkodom, hogy mit tegyek következő lépésként. Nagyon gondolkodom egy bulgáriai megszálláson. Aztán pedig lehet Törökország fele megyünk. Ezen még gondolkodom egyébként. Mindenesetre most importáljunk nyersanyagot, mert arra szükségünk lesz. Jó, ennyi. És indítjuk is az időt. És Axis Membership. Ja, mert beléptünk az Axisbe legutóbb, azt hiszem, talán pontot hagytuk abba. Közben itt képződnek a seregek. Akik talán lehet nem a legjobb módon vannak elrendezve. Nem így. Így. Csinálunk egy ilyen sereget. Te megkaptok igazából mindent, majd nektek kéne még egy... tudom is, hogy mit kéne fejlesztenünk. Factory Repair Speed, ezt mindenképpen kinyomjuk. Hogy állunk? Ez még nem. Revenge for Trianon, azzal nem foglalkozunk. Ezzel csatlakozom a németek research-éhez. Ez eléggé brutális fókusznak tűnik. Ez eddig nem volt beaktiválva, csak hogyha megvan a DLC. Oh fuck, nekem szerintem megvan a DLC, mivel töltöm vagyok. Yep. Oké. Okay. Jó, akkor álljunk meg. View. Hát te ilyen egységeket csinálsz, jó. Copy. Serbian Empire. Edit. Csinálunk egy ilyet. És akkor végtelenség légy szíves, gyártsátok ezeket a szerb manpowerből. Mert ugye ez a DLC-ben van benne ez a tartalom, és mint mondtam, törtön játszok, abból kifolyólag, hogy a Hungarian Flavor mod jelenleg nem működik az eredeti verzión, és én pedig videózni szeretnék belőle, ha már elkezdtem. Úgyhogy törtön kell, hogy játszok. Yep, ez a nagy bírós helyzet. És a törtönben vannak a DLC-nek a különböző dolgai, például van izém is. Ez a Blitz parancs, ami amúgy nem működik, de mindegy, van. Na. Azt mondja, hogy... Jó, a seregemet átrendeztem. Ez a 7 román akármi, ez nem tudom, hogy mi. Már nekünk nem igazán van szükségünk. Jó. Researcholjunk fegyvert. Legyen jobb fegyverünk. Ami, hogyha jobban belegondolok, annyira talán nem is fontos, na mindegy.
Oké. Ez most mi? Lengyelországot támadják. Jó, rendben. Mi pedig Bulgáriára nyomunk egy vorgót, én Amondó vagyok, és azt el fogjuk foglalni. Már miért ne? Csinálunk egy bulgár bábot. Belgium belépett a szövetségesek közé, nagyszerű. Exkavációt húzzuk. Hogy van nekünk a seregünk? Amúgy valami értelmes sereget kéne lassan létrehozni, amiben vannak páncélos egységek. Nem pedig ezek a fosok. Talán nem is így. A parancsotokat kitöröljük. Nektek ennyi lesz a feladatotok. Tétek pedig így. Ez. Úgy van, kétszer. Rendben. Sinkiánkkal senki nem foglalkozik. Építsünk még civil gyárakat. És majd csinálja a páncélos egységeket, nagyszerű. Gyártunk E. Gyártunk E-t, light tankokat, nem mi? Gyártunk light tankokat, ez különös. Nem így emlékeztem. Úgy látom, tüzérségből hiány van. Nem tudom, mit ékeskednek a gyárainkat. Egy civil gyárakat csinálnak. Mert... miért is? Ah, whatever. Egy biztos, hogy militári gyárakra van most szükségünk. Amint csak tudunk, annyit fogunk csinálni. Bulgáriával szintén csinálunk egy pávot, aztán meglátjuk, hogy törökökkel mit fogunk tudni kezdeni. Itt van, görögökön is gondolkodom. Lengyelország elleni háborúba pedig én nem fogok beszállni, mint Magyarország, mert nem akarok lengyel területeket szerezni, ennyire egyszerű a képlet, ezért nem akarok beszállni. Az Armored Division is van még mit csiszolni. Egyébként a Szovjetunió ellen, ha be tudnám rángatni a németeket, az eléggé pozitívan tudna hatni. Közben itt mentjük a dolgokat. Egyébként ötösen is pörgethetjük az időt, nem tudom miért nem csináljuk. Oké, okay, Görögországot már nem kell elfoglalnunk. Német báb lett. Rendben. Nézzük, kit vegyünk fel. Capital of Industry. Piece of Terror, nem. National Unity, nem. Political Power Gain, igazából arra sincs most jelenleg szükségünk. Kutya természetesen ugat. Infantry Equipment Designert fogunk felvenni. Teljesen tökéletes lesz. Közben itt képződnek a seregeink, úgy látom, hogy... ezek a szerb seregek is képződnek. Remélem, hogy ezek olyan templétet kaptak, amit én kiosztottam nekik. Olyat kaptak. Király. Tehát annak annak, hogy itt most én seregeket képzek, az az értelme, hogy én modifikálom a seregüket, én adom szerintem a felszerelést is, viszont a manpower-t én használom. Tehát a manpower-üket én felélem, és az ő emberekből képzek én saját magamnak sereget. Nem tudom, ez mennyire érthető így, ahogy magyarázom.
Ha megadjuk egy picit az időt, ami tankdivíziója van a románoknak, hát eléggé kezdetleges. Azt inkább nem használjuk fel. Jó, mentünk egyet. Oké, hatban állunk, úgy tűnik. Nektek egyetlen egy feladatok van ide besétálni Szófiába. Ebben új fővárost is kapituláltatjuk. Rendben. Nézzük, miük van amúgy. Van 6 military factory. Csinálj-e belőle pábot egyáltalán? Nem, elviszem az egészet szerintem. Vagy ne? Nagyon gondolkodom, hogy bábot csinálják-e belőle, vagy elvigyem az iparát. Elviszem az iparát. Szükségem van arra az iparra. Kérdés, hogy megmaradnak-e mind az összes gyárak. Na, hát egy részük legalábbis biztosan megmaradt. Úgyhogy. Új puska. Több tüzérség. Jó, és nyersanyag kell. Gyertem, hogy máshol nem tudunk vasat importálni. Törököknél van vas? Amúgy van. Lehet megtámadjuk a törököket. Ezzel még gondolkodunk. Mindenesetre most amire szükségünk van, az mi? Steel. Nem vas egyébként, acél, de mindegy. Hát ezekre nincs szükségünk. Jobb artillery. Na nézzük, ez akkor mehet. Király. Hát akkor a fabrikáink Törökország ellen, én azt mondom. Most kérdés, hogy tudunk-e partra szállni, mert ebben nem igazán vagyok biztos. Ebben a szabad csapatból kéne még leképeznünk néhány egységet. Legalább olyan 12-t ide. Ezeknek partvédelmi funkciójuk lesz. Velük fogjuk védeni a partot természetesen. Ide fogtok átjönni. És nézzük, hogy milyen partaszállási lehetőséggel rendelkezünk, mint Magyarország. Hát kevés semmilyen. Ezt 111 nap alatt ki fogjuk tudni fejleszteni. Ebben az esetben viszont nem feltétlenül lenne fontos. Törökök elleni háború most így kapásból. Jó, ezt meg átgondoljuk. Németországnak van vorgója. Nincs. Szovjetuniónak van vorgója, lesz vorgója mindjárt. Ki kellene? Lengyelek ellen. Na, nem jutott már eszembe. Motorized egységet tudunk-e képezni, gyártani? Akkor azonnal kezdjük el gyártani. Minél nagyobb mennyiségben, nem tudom, hogy épül az iparunk. Épül az iparunk. Tehát elég hamar tudunk ledobálni a gyárakat. Szinte havonta tudunk gyárakat ledobálni. És szerintem elkezdjük a fókuszt, amely pont az ellen lesz jó.
Szovjet Unióban purgálnak még? Ezt nem tudjuk megnézni mi. Úgy tűnik, hogy még igen. Megvan Molotov Ribbentrop. Tehát elvileg a felét Lengyelország vagy Németország kapja meg a lengyelektől. És Németország önkénteseket küldött Lengyelországnak? Igen. Oké. Hopp, hopp, hopp. Ja, csak ja, kapcsolatokat javítanak. Jó, azt hittem, hogy garantálják, mert azért az viccesebb lett volna, valljuk be. No, új árterünk van. Ó, oh, állj. French Commune. Franciaország? A Kominternben van benne. Ez esetben viszont... Ez esetben viszont mit csináljunk? Jó, ez esetben viszont nem támadjuk meg a törököket. India declared war on free India. Polgárháború van Indiában. Ez nagyon komoly, gyerekek. Na, azt mondja, hogy akkor a Szovjetunió ellen hadba fogunk lépni. Közben elkezdjük a gyárainkat bővíteni. Közben importálunk az oroszoktól, akik ellen mindjárt nem fogunk tudni importálni. De ez nem probléma. Azt mondja, hogy... Ti! Gyertek ide! Ti! Gyertek oda! Ja jó, oké, ott még egy kicsit babrálni kell a határokkal. A United Kingdom ellen nem fogunk belépni. Szovjetunió ellen viszont... Na majd mindjárt. Belépünk a Szovjetunió ellen. Nektek át kéne jönnetek valahol így, ide, igen. Ti 11-en kaptok egy másik határt. Ezt. Ti védjétek azt. A 13 egység pedig egyenlőre maradjon. Miért vannak össze-vissza a... Ja, hogy ti... Ja, értem. Jó. De ti ne fedjétek már le az egészet, jó srácok? De ti csak gyertek a román frontra. Román frontra. Önmagában vicces a dolog. Sőt, ami azt illeti, ti frontotokat kihúzzuk idáig, téteket idáig, és ti megpróbáltak arra elindulni, de ez így nem jó. Így. Ti megmenjetek úgy. Jó. Azt mondja, hogy
Németország. Közben researcholjunk valamit. Soft attack, soft attackra megyünk, igen. Németország, légy szíves, hagyj lépjek be a German-French War-ba. Mi? Ti nektek aktiváljuk a feladatotokat, és ti pedig még kaptok 24 egységet, és ti nektek is aktiváljuk. Nektek valami ilyesmi lesz, de ti csak planning bónusz miatt fogtok jönni, és valaki mástól kell importálnám nyersanyagot. Így. Oké, Lengyelország mellett harcolunk. Valós. Na. Csináltok, fiúk? Támadjunk, támadjunk. Ja, Románia nincs bent. Románia! Izgalmas. Importálunk a svédek, jó, hát ennek semmi értelme. Hát ezt viszont nagyon másra nem tudunk importálni. Lehet a német, az egy kicsit nagyon megindult el. Kezdjük el kiúzni a Árpád lányt, Árpád vonalat, amely abban fog segíteni, hogy ide a Kárpátokra ideg Joint Axis. Ja igen, most már szövetségesekkel is. Mi? Ja, én nem állok hadba a szövetségesekkel, igen, abban nem léptem be. Hála a jó istenek, abban nem léptem be. Free India. Komoly. Fú, de szép térkép. Közben mindenképpen mentegetünk egyszer-kétszer. Ja, nem ez ide. Oké. Hát itt akarva akartam is bekerítettünk néhány egységet. Király, na, egy kicsit amúgy rendezzük már a dolgokat, mert ez katasztrofálisan néz ki egyébként jelenleg. Akkor a világnak tegyük át a határt, azt ott... Nem tudom mire vélni, na mindegy. Ti mentek Minszkig, ti meg mentek Moszkváig.
Oké, ott támadunk. Van egy pár egysége. Hát az a pár az ugye elég sok egység. Na jó, mindegy. Oké, Törökország belépett a háborúba és adni akar nekem 19 egységet. Amit természetesen elfogadunk. És mi fogjuk őket irányítani, nem tudom miért egyébként. Hát, gyertek ide. Jaj, tisztész belépett a trip. Valahogy így támadjatok. Nyomjátok előre fel. Jó, közben ez a seregünk ide megérkezett. Ideje bevenni Szevasztopolt is. Seregeink közben nyomulnak előre. Nézzük, mit tudunk lecserélni. Jobb antitankot tudunk készíteni. Fejlesztjük a doktrináinkat. Fejlesztjük a sereg felszerelését. Fejlesztünk valami faszit. Ezzel nem foglalkozunk, de, és indítunk egy új fókuszt, amelyen új több méteri gyárunk lesz. Nem importálunk nyersanyagot, már nem tudunk importálni nyersanyagot. Minél több fighter. Minél több felszerelést mindenből. Elég hamarosan el fogjuk kérni a Szovjetuniót. Hogy mi? Mi volt? Azt most nem figyeltem. Na, azt a rapperinozzattuk már meg. Kairó elesett. Na, valamit csinálnak végre az olaszok is. Hitler. What the fuck are you doing, Hitler? Az előbb még, amikor ide néztem, jelésre álltatok. Jézus úristen. Azt, hogy vágjátok, hogy a keleti frontot amúgy egyedül én tudom. A magyarok! Azt most... Ajaj. Ajaj. Oh. Oh fuck. Oh fuck. The fuck? Ez miért lett az enyém? Na jó. Oké. Akkor. Menjen tovább az idő. De miért lett az egész az enyém? A japánnak is lett belőle. Japán 41 van, még mindig nem vetted meg Kínát. Holy shit. Na jó van gyerekek, ezt a részt itt most befejezzük. Pitisrács kapitulált. Mi ez az undormány? Ezt a részt itt most befejezzük. El nem tudom képzelni, mi történik a világban. Folytatjuk a következő epizódban, amikor Magyarország megmenti Németország segít, és ezt az ocsmányságot itt felosztjuk, mert ez valami undorítóan néz ki, és ezt én el fogjuk takarítani, nekem nem kell. Amíg egyébként tényleg, hogy Magyarország csinálta kb. Az egészet, de hát mindegy, de nézzük egyébként, mekkora részt vettünk ki.
78%-ot. Egyébként látszik is. Whatever. Na jó. Következő részben találkozunk. Addig is sziasztok.